A gazdag képzési kínálatnak köszönhető a siker, az EGRI főiskola rektor helyettese szerint. 8 felsőoktatási szakképzés, 32 alapszak és 35 mesterszak közül választhattak a felvételi előtt állók az Eszterházy Károly főiskola palettájáról. Mint mondta, az EKF fő profilja továbbra is a pedagógus képzés. Ezt jól bizonyítja, hogy e területre is többen jelentkeztek a tavainál. Osztatlan tanárszakokra 40%-os volt az emelkedés, de több képzési területen is szép jelentkező számot nyugtázhatott az intézmény. Nem csak a pedagógus képzési szakok számára nagy az érdeklődés, hanem például a sporttudományi területekhez kötődő szakjainkon, testnevelőedző, sportszervező szakokon, de a programtervező informatikus alapképzésben is 40%-kal szeretnének többen tanulni, mint a tavalyi évben. A főiskola mesterképzései is vonzónak bizonyultak, közel 1100-an jelentkeztek ide. Az összesített rangsorban is jó eredményt ért el az EGRI felsőoktatási intézmény. A nem kizárólag főiskolákat rangsoroló mezőnyben is a top 20-ba kerültünk. Itt megelőzi az EKF többek között a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolát, a Nyíregyházi Főiskolát és a Pannon Egyetemet is. A leendő hallgatóknak egyébként még van lehetőségük módosítani a jelentkezési sorrendjükön. Ezt július 10-ig tehetik meg.